Szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a Dysmantle folytatása. Nézzünk el még arra a rádióra. Tegyünk egy kört rá, aztán elmegyünk halászni mindenképpen immár. Hát úgy érzem, azzal járunk a legjobban, az a legegyszerűbb megoldás. A különféle cuccok behozatalára. No, merre jutunk be? Szörnyikéket látunk, hallunk. Azt hiszem itt a, nem itt a. Sehol a bejárat. Masterlock. No, hát akkor itt a gubanc, hogy akkor oda nem tudunk bejutni egyenlőre. Lehet, hogy ezt már múltkor is megtaláltuk, és azért nem is erőlködtünk az ügyön. Nem mindegy, most azt az egy cuccot. Hát azért, ha már itt vagyunk, akkor talán. Na, mondjuk az a fém az nagyon jól fog jönni, vagy acél, vagy akármi. Azt azért elviseljük. Azt megérte, úgy érzem. No. Lapátoljuk be. Hátha. Hátha segít nekünk valamit, hogy megöltük. No. És akkor vissza a bázisra, ahol az építő cuccaink vannak. Remélem útközben nem futunk bele random ágyukba. Végtelen gomba az kell. Úgyhogy annak örülök, hogy op. Dehogy nem belefutunk. Na, viszont akkor most majd át tudunk itt jutni a továbbiakban. Mert itt egy picit sikerült akkor kinyitni az utat. Nem sokat, egy picit. Azt, amit kivágtunk mindent. A különféle utaknak, feladatoknak. Na, az segít, az azért segít. Meg némit ez is. Bár igazából úgyis végtelen távolságban vagyunk még mindig a megoldástól. No. És akkor alapvetően szerintem éjszakra fogunk menni. Halászni elsősorban. Nem tudom, hogy hogy állunk a... Azt hiszem hideg felszereléssel vagyunk most körülbelül. Ott egy hal. Akkor menjünk először oda. A kéznél van már egy hal. Halhely, hogy úgy mondjam. És akkor ott be tudunk húzni egy adagot. Mert halászni még relatív könnyű. Az összes többi ilyennel szembe. Úgy látom, ez nagyon üres. Ja. Oké, akkor ezek szerint ez mégsem nő vissza. Akkor viszont fogalmam sincs, hogy van-e elég hal még a térképen. Mondjuk ott lesz egy halászhely. Az biztos. De akkor ezek szerint kell kajtatni halászhelyeket.
Vagy nem, itt abszolút úgy éreztem volna, hogy itt lenne egy hal. Vagy 2, 3, 4, 5 hal hely. Ott van, majdnem biztos, de a másik irányból kéne megközelíteni mi. Ja. Ott is igen valószínű, hogy van, de azt meg fogalmam sincs, honnan érném el kényelmesen. És akkor így meg kezdünk nem annyira kényelmes helyzetbe lenni, ahogy találunk halakat feladatra. Azt se tudom, merre vagyunk leginkább. De azt hiszem ez az irány a nyerő. Itt a megjavított híd. És akkor valahol errefelé találunk talán majd újabb halászhelyeket. No, hát most jön ki akkor, hogy egy csomó esetben ugye ott hagytuk a halászatot, mert annyira nem izgatott. De mint kiderült, kellett volna. Szükség lett volna azokra a halászati helyekre. Hát ha nem szúrom el, akkor lehetett volna nyesni egy állatot. De elszúrtuk, na mindegy. Akkor dolgozzunk, addig amíg meg nem fagyunk. Egy-két piros hal, ha más nem. Egy zöld, az kimondottan jó, kell még néhány. Gondolom nem fogunk az összeset kiszedni az alatt, amíg megfagyunk, de hát majd kiderül. Viszonylag gyors most. Ez szimpatikus. Elképzelhető, hogy a nagy részét lehúzzuk. Nem tudom, hanyadiknál tartunk. Az összesből. Jó, most vissza bárhova, ahol egy kicsit kihűlhetünk, vagy fölmelegedhetünk, vagy hogy mondjam. Aztán gyorsan kiszedjük azt az utolsó egy-két halat, ami még ott van esetleg. No, hát egyel beljebb vagyunk. Egy halászattal beljebb vagyunk. Nem sokkal. Na, az utolsó volt az, amit nem szedtünk ki. Nézzük meg, legutóbb itt nem volt bejárható ez a terület. Akkor legutóbb erre jártunk. Most majd kiderül, hogy azóta megoldották. Azóta megépült ez az útvonal. Ja, hogy azt meg a másik irányból érném el. Ja. Ott nem jutok át. Ott nem fogok átjutni. Így. De errefelé le tudok szivárogni. És akkor legalább a tűzhelynél be tudjuk dobni a halakat a tárolóba. Meg a kaját elkészíteni. Annyival beljebb vagyunk. Jobb híján. Plusz felvehetjük akkor a, hogy hívják ott, meleg sisakot. Ami megvér. Elvileg. Na, mi kell nekünk? 6 zöld hal, az összes zöld halam. Meg némi ilyesmi. Na, 5 HP az mondjuk nem árt. Az majd jól fog jönni a küzdelmekhez.
No, elvileg... Meglátjuk, hogy ide be tudunk jutni. Itt nem lepődnék meg, ha valahol itt lenne halászati lehetőség. Több helyen is esetleg. Amit korábban kihagytunk. Ilyen-olyan okokból. No, ó, rengeteg gomba. Az nyerő. Oké, akkor fogalmam sincs, hogy oda hogy jutunk át. Egyenlőre. Na mindegy, nem is nagyon érdekes. Ami az igazat megvallja. Gombákat keresünk, mert az kell. Vége láthatatlan része a guberálásnak. Meg halászati helyeket, hát ha. Találunk. És persze úgy általában mindent. Ott egy halászat. Vagy legalábbis, mintha ott lenne valami. Úgy bizony, újabb pár hal, ezzel bejebb vagyunk, egy csipet nyit a feladatban. Bár ugye van még a gyógyító cuccból a 10 zöld hal, azt hiszem az egy új cucc, az az aranyhal, olyanunk még nem volt. Már majd kiderül, hogy hogy is állunk valójában ezekből. Jó. Ó. Gó, tojások, mi egyéb? Igazából jó lenne, ha emlékeznék rá, hogy mi a feladat, hány darab kell, miből. Csak arra emlékszem, hogy mindenből kell végtelen. Az egyszerűség kedvéért. Minél több hal. Hát ha találunk itt valahol egy oldalágat. Haltenyészetet. Gyertek, ha harcolni akartok. Na, ott van egy hal, helyes. Akkor gyűjtögessünk halakat. Azért akad bőven, ha ilyen alapossággal körbejárunk. De mondjuk nem egy gyors, tiszta fincsi megoldás. Úgyhogy hát küzdelmes feladvány lesz. És még ez a gyors megoldás, mert ezt legalább így lehet. Ja, a többi az még problémásabb, hogy rohangászunk az erdőbe és talán találunk gombákat. Meg más hasonlók. Látom, ezek a helyek egyébként nem is jelöltek, ez csak úgy ott van. Simán meg lehet, hogy random. Sétálgatunk és időnként találunk egy halászhelyet. Ahogy a gombákat is ugye. Időnként így belefutunk. De hát ha valóban így van, akkor tényleg a randomra bazírozunk. Szerencse vagy sem. Ami nem egy jó módszer, de jobbat most nem tudok.
Megfejezte vadászatunk közben végtelen farkast. Ennek módján. Oda hogy jutok át, című móka. Tojásainkért. Igazából kéne azt a gazt összeszedni, mert kell, kellene. Mint láttuk korábban, több esetben is. No, hát ha nem is tökéletes, de azért valami. Ötig eljutottunk. Át kell gondolnunk, hogy ezt meg akarom-e építeni. Itt kapunk új területet, vagy területcsomagot, nem sokat. De kapunk. Cserébe ugye akkor megint 12-vel vissza. Hogy hívják be? Katona építésbe, ami nem egy jó eredmény. Hol szeretnék hátrányba kerülni és problémába. Remek opcióinkkal. Az a lehetőség, hogy szívunk. Nem pedig az, hogy hol jó. No, de ez van. Egyelőre ez ilyen móka. Bármi? Semmi. Bombák, meg bogyók, abból is kell, hogy fél száz. További fél száz. És még mindig sehol nem vagyunk. Ez kicsit olyan, mint ahol lehetne ásni. Oké. Találtunk egy ilyen kicsit, ha minden igaz. Haha. Szereztünk egy csomó húst. Nem tudom, hogy az kell-e. De nem fog el. Nézzük körbe ezt a kis szigetet, vagy tavat. Van-e itt halászhely? Nem lepődnék meg, ha egy lenne valahol. Benne. Ha más nem, akkor gombákat találunk a parton. Ott a halászhely. Úgy biza. Na, hát akkor szépen fogjuk ki az összes halat ebből a tavacskából. Annyival legyünk beljebb. Aztán majd kiderül. Hol állunk? Látom, ez elsősorban piros halat ad. Nem mintha különösebben érdekelne, azt hiszem leginkább mindenféle színű halból kell. Még mindig rengeteg. Meg érdekes kérdés, hogy ez nincs is játékban, ez a feldolgozott bőr, vagy az, ami a helyzet. Bárha ugyanaz lesz, hogy mit tudom én, 4-5-6 bőr kell darabjához, akkor köszönjük. Akkor az a 20, az körülbelül a soha nem leszek meg. Jelleg. És gondolom nem csak ahhoz kell majd egyedül. Na. Kaptunk egy halászat bónuszt. Nem mintha különösebben segítene, de kaptunk. Vége láthatatlan gombamezők. Ez meg már a füstfelhő, ami nem egészséges. Majd meglátjuk. Most menjünk vissza akkor egy ilyen tűzrakó helyhez, ahol a
hogy hívják, ott fölmarhatjuk. Füstvonalunkat. Vagy micsodát, gázmaszkot. Hogy át tudjunk menni. Nem tudom, hogy kell-e, de most az a következő szakasz, ugye megyünk végig az útvonalon. Témába. És akkor legyen egy ásó nyom mellünk, hát ha segít. Hát azért elsősorban a fegyverrel a kezünkben nyomuljunk. Biztonságosabbnak tűnik. Legalábbis egy rövid ideig. Az elején. Aztán majd kiderül persze. Tehát ott egy újabb tavacska, újabb halász pozíció. Hát alapvetően most halászni fogunk, meg egyéb hasonló munkát, úgyhogy kimondottan érdekes történetünk nem lesz. Kajtatunk cuccokat a legegyszerűbb formába. Hát, ha be tudjuk fejezni az összes hátralévő feladatot. Meg hát, ha kiesik közben vége láthatatlan deszkap. Úgy nem érzem, de hát ki tudja. Halászunk egy 30-40 deszkát. Váratlanul. Na, innen kiástunk mindent. Na jó. Csináljunk egy kis helyet magunknak. Legalább haladni tudjunk. Sehol egy halászhely. Úgy látom, sehol. Eddig itt azért bőven lehetne. De hát majd kiderül, hogy s mind. Na, akkor ugorjunk be a tűzhelyhez. Van mit lerakni. Az azért elég értékes. Ja, tényleg az a baj, hogy szórjuk el újra és újra közben. Hogy hívják ott? Halakat majd. No, és itt van egy... két ilyen, három olyan. Közelben egy tűzrakóhely van. Tata-tata-tata. Füstbe ne menjünk bele, mert halálos. Jó, akkor nézzük még egyszer, mi kell ide. Két... törmelék, meg három szövet darab. Egyik se vészes. Úgyhogy akkor érdemes visszamenni érte. Azt mondom. Megéri. De nem tudom, miért küzdöttem a... hogy hívják ellen. Füstfelhő ellen, mert rajtam van a gázmaszk, azért fázunk. Egyébként nem fáznánk. Na mindegy. És... hát ebből egyértelműen ez lesz. Nem feltétlenül a legnagyobb jutalom, de egy jutalom.
aminek legalább van értelme felszedni. Ott például van egy szinte garantált. Hogy hívják? Halászhely. De akkor felszedjük előtte a sipkát, mert láthatóan mindenáron meg akarunk fagyni. Pedig az összes meleg cucc rajtam van, ha jól látom. Nem tudom, hogy mi az, amit itt ennyire hiányolhatunk. Most azon kívül, hogy mit tudom én. Ez se elég esetleg. És akkor tök mindegy, ha nem elég, nem elég. Lássuk, hát kiérünk a partra, aztán megyünk végig. Ha van máshol előtte, akkor az jó. Majdnem elértük. Akarok-e rohanni ide? Ahogy ezt viszont el tudjuk bontani. Miért ne igazából? Végig a... Kicsit tisztogatunk. Végig a fagyott zónán. Jó, ezt azért érdemes kiszedni, mert különben beleakadok. Na, és akkor gyakorlatilag egyenesen éjszaknak. Ha minden jól alakul, akkor simán elfutunk. Ne, most vesztettük el azt hiszem az időmet, igen. Hát az nem volt meg benne, hogy itt elakadok egy ilyen bokorban majd. Azt nem számoltam, hogy random bokorba fogok elakadni. Azzal nem számoltam valóban. Egy random bokorba megállunk. Egyszer csak, és utána ki tudja mennyi ideig küzdünk rajta. Hogy haladjunk. Megint nem lesz jó. Egy másodperc, viszont rengeteg répa. Meg egyéb kaja. Megérte. Azt mondom, összességében megérte, még ha nyilván nem volt az ideális közelébe se az útvonal. Azt hiszem, a házba be tudunk menni, és akkor egy picit ott megmelegszünk. Majd. Ha jól emlékszem, igen. Aztán, hogy azon belül hol fogunk mi előrébb jutni, azt nem tudom, mert... Hát, igen lassan fogunk itt haladni a halászattal, és annak minden egyéb következményeivel. Na mindegy. Amíg asztal tudunk bontani a melegedés közben, az nem olyan vészes. Picit segít.
Vagy nagyon, majd kiderül. Azonnal is elég durván elkezdünk fázni. Na hát ez van. Úgyhogy ez nem lesz egy hatékony módszer ennek a kihalászása. Attól tartok, de olyan amilyen, azért felét talán megtesszük egy menetbe, és az mondjuk segít. Összesen, valahova. Talán picit többet is, mint a felét. Nincs, hogy akkor csak még egy akcióra kell visszamennünk a házba, még egy melegedésre. Még sok feladat nincs, mert amit lehetett, azt kivágtuk korábban. Minden meg nincsen, de hát mindegy is. Szedtük, amit lehet. És akkor irány a következő halászati kör. No, hát azért annyira nem egyszerű és nem sima menet, mint vártuk. Meg kell oldani azt, hogy ne fagyjunk meg, pedig az összes cucc rajtam van, amelyik a hideg ellen véd, tehát nem tudom azt mondani, hogy jobban fel kellett volna öltözködni, mert nincs mire. Ez a maximum. Nézzük meg azt az északi szakaszt, az egy másik halászat. Csak az már tényleg még messze is van. Nem, az ott a halászat legalább nincs, ennyi előnyünk van. Innen legalább nem halászatot vesztünk. Ott egy tábor, menjünk oda. Fölmelegedni. Feltéve, ha elérünk. Aztán majd visszaúton körbenézünk. Van-e esetleg itt még valami, amit lehet lerakni? Most ugye a Csillió egyebet pakolázta ki nekem. Nyaljuk itt a tábortüzet, hogy ne fázzunk olyan nagyon. De ettől nem lesz sokkal jobb a helyzet. Például lehetett volna egy hely. Hát nem hiszem, hogy lesz. Meg ha lesz, akkor se segít, mert már megfagytunk. Már elfogyott a készlet. Megfagyás ellen. Ami nem egy jó hely, nem egy jó hír. Mondjuk itt még mehetünk körbe. Mindegy, beugrunk. Legfeljebb nagyon nem lesz jó. Azért ne hagyjuk ki az átjárót magát. Bármennyire is fagyos. És már megyünk a brutális fagyba. Na jó, inkább menjünk akkor egy másik helyre itt a teleporttal. Még nem tudom hova. Van benne valami egyébként, hogy ezekhez. Itt abszolút nem jártunk át egy csomó helyet még az elején.
ilyen olyan okokból. Itt simán lehet. Bármi, ami hasznos. Beleértve. Akár még receptek is bujkálhatnak. Ezt nem öltük meg, úgyhogy... Az első, amit ki kéne rakni, akkor itt a zombi véglegesítés. De már valamiért az nincs kint. Ami nem egy elhanyagolható funkció lenne pedig. Remekül mutatja, hogy mennyire nem jártam itt körbe. Mindent. Hogy ez sincs fönt, nem hagy a többi. Ehhez való cucc. No, hopp, egy tojás, amennyire tudom, az is kell, abból is kell végtelen. Aztán majd kiderül, hogy még miből. Na, egy láda. 100 másodperce nem használtuk ezt a ládát. Lehet, hogy itt van valami tábortűz majd. Egy fa, egy műanyag, az egyik se vészes. Egyik se tartozik az extrém dolgok közé. Hát ez szegény. Nyilván volt idő, amikor ő egy komoly ellenfél volt. De most már nem. Jelenleg az abszolút kihívás nélküli ellenfélek közé tartozik. Viszont itt nincsen tábortűz. Jó, akkor fussunk arra a dobozra. Jó. Hát egyik sincs, nem, hogy mindkettő lenne. Se baj. Úgyis vissza kell jönnünk a doboz miatt. Próbáljunk egyengetni utat. Alapvetően csak végig itt a útvonalon, semmi bonyolult. Úgyhogy elvileg ez simán futható. Ha nincs gubanc. Ezt azért bontsuk el a útból. Ha már van rá eszközünk. Akkor ennyivel legyünk előrébb. És akkor nyíl egyenesen. Persze a műanyagot meg a deszkatörmeléket nem vettük ki, de hát most az lassítana, ugye? Úgyhogy nem annyira mókás az ötlet. Na, hát a sok-sok deszka az jól hangzik. Hát a házba próbálunk akkor guberálni műanyagot meg deszkát. Deszka szinte biztos, hogy lesz. Valamelyik csak ad. Oh, hello recept.
deszkatörmelék van. És akkor már tényleg csak az a kérdés, hogy mi anyag törmelék van-e. Ott kint van egy ilyen műanyag szék, meg műanyag doboz, meg műanyag akármi. Úgyhogy van. Összeszedjük ezt is. És akkor azt hiszem ez lesz az utolsó. Kiszedjük itt a cuccot. Megcsináljuk a halászlét. Ez jó kérdés, de a gombából kell vége láthatatlan mostanában. Ja, van egy ilyen feladatunk, mint kiderült. Tetszik, nem tetszik. Úgyhogy az kell. Az a leginkább hasznos. Acélt meg ilyesmit, azt annyit szedek, amennyit akarok, ha kell. Ha hajlandó vagyok gyűjtögetni. A másikakat nem annyira egyszerű. No, hát haladtunk egy szakaszt ebből a gyűjtögetősdiből. Nem azt mondom, hogy megoldottunk mindent. 40 hallal azt hiszem majd jók leszünk. Többivel majd kiderül, hogy valójában hol állunk, fogalmam sincs. Power attack sokkal erősebb. Az még hasznos is. Na hát innen fogjuk folytatni, mára ennyi.